Nékem csak Budapest kell, hol az ember kora reggel szívesen kell, és a szíve már is hevesen ver. Mindig csak Budapest kell, ez a szép hely virítéllyel, mesefénnyel, mert versenyben áll a magaséggel. Bárhogy mondják, nagy itt a rohanás, buzzaj az akadó zeny, nem kell már a fülemnek soha más, hogy lehet valahol csend. Hát nékem csak Budapest kell, hol az ember kora reggel szívesen kell, mert imádom forró szerelemmel. Budapest a 60-as évek elején. 1956 után most kezd újra éledni a város. Lassanként a turisták is megjelennek. Míg az 50-es években csupán 30 ezer jól ellenőrzött külföldi jöhetett Budapestre, 1962-ben már 200 ezer valódi turista látogat a fővárosba, köztük sokan Nyugat-Európából. A város képe alaposan megváltozik. Lebontják a Nemzeti Színházat, új külsőt kap a Korvin Áruház, megépül az Erzsébet híd. A külső kerületekben elindul a 20 éves nagy lakásépítési program. Az egyszerű kirakatú üzletek szinte mind állami tulajdonban állnak. Élelmiszert a közértekben és a csemegékben, minden mást a Centrum, a Verseny, a Csillag és az Úttörő áruházban tudunk vásárolni. Bár sok a hiánycikk, az áruellátás folyamatos, és karácsony előtt egy-két hétig déli gyümölcsöt is lehet kapni.